Jó estét kívánok, kedves nézők! Megkezdi tehát szereplését a magyar bajnok a Bajnokok Ligájában. Tegyük azt hozzá, hogy 2009 óta nem kezdett úgy a magyar bajnok, hogy idegenben mérkőzést nyert. Azóta többször próbálkozott rengeteg magyar csapat, a Debrecen, a Videoton is ugye a 2011-12-es idényben a Sturm Graz ellen, aztán újra a Debrecen, majd a Győr, és ismételten a Debrecen, de nem sikerült idegenben meccset nyerni. Azóta, hogy a Debrecen 2009-ben a Levszki Szófiát a playoff körben 2-1-re megverte, és miután otthon is győzött, akkor bejutott a Bajnokok Ligája. Juhász Roland vezetésével érkezik a Videoton. A magyar csapatkapitány a 2010-11-es idényben volt olyan mérkőzés, hogy az Anderlecht csapatkapitányaként vezette ki a brüsszelieket a New Saints ellen egy brüsszeli 3-0-ás mérkőzés alkalmával. Ő a legtapasztaltabb játékosa ugye a magyar együttesnek, ő játszott a Bajnokok Ligájában is. Egyébként Bánfi Jánoshoz csatlakozva valóban az angol negyed-ötöd osztály szintjén állhat ez a Velszi együttes, hiszen a legjobb Velszi játékosok ugye nem Velszben játszanak, most Gerett Bélhez hasonló kvalitású játékos a Videotonban nincs, sőt Bél összértéke meghaladja a teljes Videotonét, ugyebár. A Velszi válogatott pedig az Európa-bajnoki selejtező csoportjában pillanatnyilag vezet, és majd a világbajnoki selejtező sorozat sorsolásakor, június 25-én, melyet egyébként majd az M4-en közvetíteni fogunk, az első kalapból kerül kisorsorásra. Ráadásul a két legjobb Velszi csapat, a Swansea, illetve a Cardiff City az angol Premier League-ben játszik. Hát nagyon remélem, hogy nem ebből a kameraállásból fogjuk majd végignézni ezt a mérkőzést a The New Saints otthonából. Az Oxfordshire Town és a Llansraffraid csapatainak fúziójával jött létre ez az együttes. Egy angol és egy velszi kis városka, egymástól 8 mérföldnyire található ez, és igazából ezt a mérkőzést, bár a velszi bajnok csapat otthonában vagyunk, Angliában játsszák, mert ez az angol határon van belül. Olyat tett a velszi csapat a New Saints, amelyet soha története során még nem, kettős győzelemmel kivert egy csapatot, ugye a feröeri bajnokot az első körben, méghozzá úgy, hogy Michael Wilde a két mérkőzésen összesen 4 gólt szerzett. Úgyhogy rá érdemes lesz figyelni, noha 33 esztendős, tapasztalt még a kapus Harrison, őt láthatjuk itt egyessel a kapuban, és némileg tapasztalatlan a játékvezető Valasek, Szlovákiából érkezett, akinek összesen 1 Bajnokok Ligája selejtező jutott eddig pályafutása során, de 10 éve már Szlovákiában a játékvezető, és 5 éve pedig a... Ami a Videotont illeti, hát valóban vannak összeállítási gondok. Ugye Fecesinről volt szó, ő beszélt is. Mareval az edzésen húzódott meg, így aztán egyértelmű volt Stopira eladását követően, hogy fejes lesz ma a balhátvéd. Danilovics, Pajovics és Ivanovski, két kapus és egy csatár pedig nem kapott vízumot. Valószínűleg azért, de nem akarok tippelni, és nem akarok ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozni, mert nem kértek időben, mert egyébként angol vízumot 10, illetve némi sürgősséggel akár 5 nap alatt is be lehet szerezni. Ugye június 22-én volt a sorsolás, június végén már a New Saints győzött a Feröer-szigeteki ellenfele otthonában, tehát tudva levő volt, hogy valószínűleg ő lesz az ellenfél. Szakmailag fel is készült erre a Videoton, hiszen Kazoni a visszavágóra el is utazott, és meg is nézte ezt a párharcot. Valamiért a vízum nem készült el, így aztán a kapuban valóban Pór Péter személyében egy olyan kapus, akinek egy NB2-es meccse van, és jó néhányszor védett az elmúlt idényben a harmadosztályban, összesen 31 NB3-as mérkőzéssel rendelkezik, tehát Bíró Imre a kapusedző kiválóan fölkészítette. Az más kérdés, hogy neki ugye a védelmet is irányítania kell, és bizony, mivel a magas labdákkal is szívesen operál a velszi ellenfél, bizony ki kell néha futnia és rendet kell tennie ott a 16. Képzettebb játékosokból áll, de a kérdés az, hogy mennyire rázta meg a fehér Hercehurca, valamint az, hogy azért a csapatból, a talai alapcsapatból a kapus Kalatayud, a csatár Nikolic nem játszik, Bracsi is, Sándor György is, Stopira is elhagyta a gárdát, és ugyebár Arturo Alvarez majd éjfélkor Jamaica ellen léphet pályára a szalvadori város. Egyébként ezen a bizonyos aranykupán a közép-amerikai zóna
kontinens bajnokságán már gólpasszt is adott. Szabadrúgás, melyet Marriott készül elvégezni, a második percben jön tehát az első beívelés, a kapus bent marad, és óriási helyzetet hagynak ki a Walesiek, az egész védelem megállt, itt látható Craig Harrison, a mester, és bizony az előre húzódó Edwards volt az, aki elpuskázta ezt a helyzetet. Hihetetlen, milyen sokan lőhettek volna gólt. Edwards volt az egyikük, az ő lábáról csúszott le a labda, ezt nagyon elszámolta magát a csapat. Néhányan kifutottak lesre állítás szándékával, de valaki bent ragadhatott. Edwards hagyta ki a helyzetet, ezt megúsztuk. És a túloldalon már Harrison vágja előre a labdát. A kapus Harrison egyébként viszonylag az ismertebb játékosok közé tartozik, hiszen ő liverpooli, és a Liverpoolban is pallérozódott. De nézzük az első ígéretesnek tűnő magyar akciót. Nem jó ez a beívelt labda Koltai részéről. Most már Szolnoki kapja meg, aki ugye a magyar válogatottban is bemutatkozott, neki pedig fog problémái voltak, de tudta vállalni a játékot. Gyurcsó beadása vágódik le, és szöglethez jut tehát a videóton a harmadik percben. Hát a parkolással azt hiszem különösebb gondok nem adódtak, hiszen a kapu mögötti területen elfér. Mint egy 1000 ember jelent itt a teltházat, 20 fontba került egy jegy, hát nagyon gyorsan elkelt az összes jegy erre a fontos összecsapásra. A szögletet is Gyurcsó rúgja, a negyedik perc kezdetén járunk. Laposan érkezett a labda, kivágták a Walesiek, és most már hozzáérhet a kapusunk is a labdához újra. Gábor Péter tette tehát előre a labdát. A goldballban kezdett MTK Újpest, Honvéd, Ferencváros, de sehol nem volt állandó játék lehetősége. Paks Kápolnyásnyék, Puskás Akadémia, az osztrák edzőtáborban egyébként már védett. Simon, jó labdaszerzés, majd itt akár egy lövőhelyzet is kialakulhat. Kovács teszi tovább a labdát, megpattan a lövés, és kivágják végül is a Walesiek. Játék ügyesebb a videóton, ez teljesen egyértelmű, hogy Kovács nagyon élhet ezen a pályán, hiszen talán a legtechnikásabb játékosunk ő. Vinicius teszi oldalra a labdát fejesnek. Oliveira, aki 10 évvel ezelőtt a Chelsea-vel bajnoki címet nyert, José Mourinho irányítása alatt egyetlen egy mérkőzésen, a Newcastle elleni utolsó bajnokin játszott 8 percet. Ugye a bajnok csapat tagjának mondhatta magát. Egyébként ugye nagyon szép Kovács ismét. Mi tudnak a Walesiek, visszaszerezzük azonban a labdát, jól van, Simon. Majd most már Sargent rúgja előre. Szolnoki előnyösebb helyzetben, mint az ellenfél játékosa. Jön a kapus is, na! Juhász Szolnoki. A nagyon összeszokott nem lehet ez a védelem a kapussal. Koltai Szolnokit várja meg. Szolnoki laposan tenné középre, Quigliről vágódott le a labda. Quigli 2002. júliusa óta ennek a csapatnak a tagja, itt pedig Harrison mester, aki Crystal Palace-ban játszott, de egy súlyos sérülés miatt viszonylag fiatalon abba kellett hagynia 2003. januárjában a játékot. 2011. decemberre óta futballigazgatója a The New Saints-nek. A második Gyurcsó szöglet, 6. perc. Ez már jobban jött. Juhász elől kifejelték a védők. Simon szerzi ismét vissza. Juhász. Fejes megérte. Akkor az MTK-ban is itt megfordult Fejes. Spender szerelt. Stopira távozásával megnyílt az út előtte a bal hátvéd posztján. Különösen, hogy Mareval sírült. Előnyszabályt próbált alkalmazni a játékvezető, nem is fújt aztán a sípjába. Némi tiltakozás, hangos moraj, kirúgja a labdát a kapus végül, hogy lehessen ápolni. Gábor Péter itt Kazóni a képen. 91-ben játszott a Crvena Zvezda elleni bajnokok ligája döntőben Kazóni, sőt a büntető párbajban a maga 11-esét hanyag mozdulattal értékesítette is, de a Zvezda lett ugye a BL győztes, 93-ban pedig a Marseille ellen a BL győztes csapat tagja volt, de a fináléban nem lépett pályára. Itt ez a nagy helyzet,
bizony a túloldalon beragadt egy ember, bár nem volt igazán vonalban a kamera. Elrúgták egymás elől a velsziek. Edwards hagyta ki tehát a helyzetet. Egy tétmérkőzés, ugye a Superkupa döntő, amelyet 3-0-ra elveszített úgy a Videoton, hogy a mérkőzés egy jelentős részében emberelőnyben játszott a Ferencváros ellen. Aztán utána a következő előkészületi mérkőzést a Dunajváros ellen elmosta a vihar. Gyakorlatilag nem mondom, hogy ingott a kispad Kazóni mester alatt, mert nem tudott ráülni, mert fölborult a hatalmas nagy szélben. Így azt a mérkőzést nem játszották le végül. Ciszlevica a lengyel légiós sétnek, csak színek hívják a társak. Egyébként ő a Feröer-szigeteki Tonső ellen a saját testvérével szemben futballozott. Itt Kaszóni az első BL mérkőzése edzőként tehát. Rengeteg csapatnál dolgozott, volt, ahol eredményesen, volt, ahol kevésbé. Volt, ahol még kevésbé, de nagyon reméljük, hogy itt, hiszen mégiscsak egy komoly játékos múltan rendelkező emberről van szó, olyan eredményt el tud érni, mint mondjuk egy szintén komoly játékos múltan rendelkező korábbi Videoton mester Paulo Souza. Ugye a Videoton kétszer nyert bajnokságot Magyarországon, mind a kétszer BL sorozatnak már új edzővel vágott neki. Mezei György és Carillo sem maradt a bajnoki cím megnyerése után 2011-ben, illetve 15-ben. Gyurcsónak hosszú ez a labda. Marriott hagyja inkább Rawlinsonnak. Rawlinson teszi hátra Harrison kapusnak. 9. perc. Harrison rúg bele, ez jó, ez a csúsztatás, fejesnek kell odaérnie, és sikerül is szerelni. Quigley támadja meg Nyábort, ott van azonban Szolnokinál a labda. Szolnoki, amikor a Souza vezette Videoton menetelt az Európa Ligában, stopira sérülése miatt a bal hátvéd posztján játszott, méghozzá jól, itt pedig Vajdot láthatjuk a képen, aki jelenleg a Bajnokok Ligája góllövő listájának vezetője, azzal a 4 góllal. Kovács. És lendületből mehet előre Kovács István. Még jónak tűnik ez a támadás. Viszont a passz már nem jutott el Koltaihoz, Oliveirától. Vinicius. Megint ő a Sporting ellen. Európa Ligában is gólt lőtt. Brazil játékos, zárkózott családjának élő ember hírében áll. Vinicius. Gyurcsó tovább. Elcsúszik egy talp alatt. Hát az azért kiderült az első 10 percből, hogy játék tudásban ez a velszi csapat valóban nem éri el az európai középmezőnyt sem, de mégiscsak a velszieknek volt egy helyzetük. Hát Velszben egyébként a New Saints a nagy kihívás elé nem állítják. A 2014-15-ös bajnokságot 16 ponttal nyerte, meg az azt megelőző két évben pedig 14, illetve 22 ponttal végzett az élen. De a most befejeződő, tavasszal befejeződött pontvadászatban 90 gólt lőtt a csapat, és ez rekord. Megpróbálja megszerezni a labdát a Videoton már az ellenfél tér felén. És ez nem is tűnik rossz ötletnek, mert nem tudják a hátvédek nagyon kihozni. Vinicius, szabadrugás. Ugye belső védőposzton talán nem áll rosszul a Videoton, hiszen Lang Ádám személyében egy válogatott játékos, csak kispados. Szolnoki. Gyurcsó. Szolnokié újra a labda. Juhász kapja. Revesgették, hogy Juhász Rand is eligazol, most viszont már könnyen lehet, hogy pályafutása végéig szóló szerződést ír alá a Videotonnal. Azért is fontos egyébként ez a párharc, mert a BL selejtező harmadik körében a csapat ki is esik, ha egy csapat ki is esik, az Európa Ligában folytathatja. De hát ha valaki tovább jut, akkor miért ne reménykedne abban, hogy még egy kört megy. Vinicius egyébként pénteken sorsolnak majd a héten. Független attól, hogy még tovább jutó természetesen nem lesz, hiszen ennek a meccsnek a visszavágóját majd jövő szerdán 8:30-tól játsszák. Élőben közvetítjük azt is. Harrison. Kinn a labda.
Harrison egyébként, ugye említettem, hogy liverpooli, az 1989-es Hillsborough stadion katasztrófánál, ugye Sheffieldben az ő édesapja 27 évesen, és az ő 15 esztendős unokatestvére meghalt, a 96 áldozat közül kettő a Harrison családhoz tartozott, 5 éves volt akkor a kapuvédő, aki most kirúgást végezhet el. Ugye a Liverpool-Nottingham FA Kupa mérkőzés történt a katasztrófa. Itt a fehérvári szurkolók egy része. New Saints zöld-fehér. Gyurcsó. Nem volt pontos a passz. Szolnoki állítja meg az akciót. Szolnoki maga biztosan avatkozik eddig játékba, és az indítás is jónak tűnik. Elpattan Kovács Istvántól. Edwards rárúgja Kovácsra, kirúgással folytatódik a játék. A Bajnokok Ligájában ugye a Videoton egyszer próbálta ki magát a 2011-12-es sorozatban. 2-0 Gráctól, az volt az a mérkőzés, ugye az első gráci gólt még Szabics Imre szerezte, a visszavágón pedig a 3-2-es győzelem kevés volt a továbbjutáshoz. Az Európa Ligában ugye van ment egy évvel később. Akkor 3 selejtezőkört is sikerrel vett a Videóton, a második, harmadik, negyediket, és aztán a csoportban is megállta a helyét. Sporting a Genkkel és a Bázellel szemben. Vinicius. Tehát abból a csapatból sokan maradtak. Abból a csapatból pedig, amelyik a Sturm Graz ellen játszott BL selejtezőt, konkrétan senki. Mehet tovább a játék, nem fújt a bíró. Spender rúgta előre a labdát. Wide. Vinicius. Simon. Fejes. Simon Ádám. Szolnoki. Juhász Roland kapja. Szolnoki. Ez is jó ám. Gyurcsó mehet. Jó labdát adott Pátkai. Gyurcsó középre. Hosszú oldal jön valaki. Senki, ez a sárga autó is csak áll. Az sem egy. Kaszóni a képem. Kiváló védő volt. Járta a 92-es Európa-bajnokságot is. 1148-an voltak a Tonsó elleni mérkőzésen, amikor 4-1-re nyert The New Saints. És azon kívül, hogy 4 gólt rúgott a Velszi csapat, elért 3 kapufát is. Egyébként is az volt a jellemző azon a párharcon, hogy összesen 31-szer próbálkozott lövéssel vagy fejessel a Velszi csapat, tehát Velszék igyekeznek gyorsan befejezni a támadásaikat. Hát itt most egy szabadrúgás után volt egy helyzetük, azóta nem nagyon volt náluk a labda. Vinicius. Tavaly a szlován Bratislava, tehát egy szlovák együttes simán. 3-0-ás gólkülönbséggel, 2-ös győzelemmel intézte el a New Saints-t. Kovács. Egy picit volt csak hosszú a kiugratás Gyurcsónak. Hol kihúzódik a oldalvonal mellé, hol pedig befelé mozog, amikor Kovács visszalép, hogy a kiugratásokat átvegye. Szolnoki. Quigley támadta meg, a labda kiment az oldalvonalon túlra. Szolnoki dobhat tehát. Edwards adja haza. Harrison. Nem mondom, hogy a Velszi futball valamennyi szépségét felvonultatja a New Saints. Szabadrugás. Ezt lehet, hogy egy Velszi bajnoki nem fújták volna le. Edwards szabálytalankodott. Itt lökte el Simont, aki megindult volna.
4 évre írt alá, ugye Simon Ádám annak idején a 2009-es U20-as világbajnokságon bronzérmet szerzett csapatban is játszott. Vinicius. És ugye Olaszországban is megfordult, még ha nem is szerepelt sokszor. Szolnoki. Ez jónak tűnik. Merriott. És Harrison. Oliveira üldözi. Harrison pontatlan. Kis lehetne, de nem lesz. Spender. Harrison. Merriott. Megint Merriott, elég kényelmesen. Ha róla elnevezett hotelben lennénk. Ez pedig Gáboré. Hát egyelőre Gábor Péter megúszta az első nagy helyzetet, azóta pedig nem volt semmi dolga. Ő tehet a legkevésbé erről a vízum okozta problémás helyzetről. Neki egy dolga van, hogy a mérkőzésre koncentráljon, és bármennyire is rutintalan irányítsa a sokkal-sokkal tapasztaltabb játékosokból álló védelmet. Hát minden esetre van vér ott, ahol vérnek kell lennie. Juhász, Szolnoki. De nem sokon múlott ám. Juhász Roland. Vinicius. Kovács. Befuthatatlan labda Szolnoki felé sajnos. Szolnoki nem látszik, hogy begyulladta a vetömött foga, és meg kellett nyitni. Egyébként a videót ugye Fehérvárról Ferihegyre buszozott, aztán Manchesterben szállt le, és onnan busszal ment a mérkőzés színhelyére. Ha még egy sétán részt vettek a folyóparton a játékosok, meg volt a taktikai megbeszélés, az ebéd, csendes pihenet, ami szokott lenni egy ilyen mérkőzésen. Vajde. Vajde eddig nem mutatott semmit. Hozzáteszem, ő is alacsonyabb osztályban játszott. Néhány játékos ugye liverpooli lakos, angol állampolgár, néhányan pedig azt elmondhatják maguk a patról, hogy a Wrexhamben is tudtak játszani pár mérkőzést. Sőt, van egy-két Velszi U21-es válogatott játékos a New Saints-nek. Játék alapján lehet mondani, hogy ez, aki sokkal ügyesebb a többinél. Merriott. Gyurcsó lépett közbe. Minden esetre komoly videóton tábor. És ez jól vállalni, hogy idegenben is otthon van egy magyar csapat. Vinicius. Az Európa Liga selejtezőjének második körében a Ferencvárosnak kellett Műfőn játszani, ebben a Goahead Eagles ellen. Majd csütörtökön a JS Lucsár ellen, a Eszkontó Ligával fog játszani a Debrecen. Mind a két mérkőzést közvetítjük majd. Meg kellett menteni a szöglettől a helyzetet, Gábor Péter ott a gárdát. Sebők Zsolt személyében volt legutóbb tartósan magyar kapusa a Videotonnak. Gábor bevétheti magát a csapatba, mert valószínűleg ez azért Danilovicsnak is lesz egy-két szava, vagy Pajovicsnak. Simonról pattan tovább a labda. Ez hosszú ám, és még ráadásul les is. Edwards próbált meglépni. Biztos kézzel jelezte a partjelző. Brendzsa és Tomcsik a két asszisztens, és Presinski negyedik játékvezető. Itt van a futballigazgató Craig Harrison. Azt mondta, az óriási tiszteletre val, hogy egy olyan neves volt játékos, mint Cassoni eljött megnézni az ő csapatát a Peruer-szigetekiek ellen. Ebből is látszik, hogy komolyan veszi a mérkőzést a Videoton. És valóban egyetlen ellenfelet sem lehet egy magyar csapatnak félváról vennie. Még akkor is, hogyha az európai futball van a Videoton nevet jóval ismertebb, mint
de jó Széncé, gondoljuk arra, hogy 30 éve játszott UEFA Kupa döntőt a fehérvári csapat. Vinicius, fejes. Jó összjáték. Pátkai rúgta meg, és Pátkai megy is. Ketten is várják középütt. Második hullámban Kovács érkezik, övé lesz a labda, Kovács lőhet. Levágódik, marad nálunk, Szolnoki. Szolnoki lágyan, ott lehet a gólhelyzet, na ezt be kell rúgni. Pátkai vette le, és belevetődött egy védő. Kászolom sétál vissza, itt pedig fejes lökött. Szabad rúgás a Velsziek javára. Ez már komoly helyzet volt kétszer is, de nem jutott el a kapusig. A labda nem, hogy a kapuig. Itt Kovács, hát talán volt némi igaza, lehet, hogy Meriad kezét érte a labda. Itt viszont megvárta Pátkai, megfelelően pattanjon a labda, csak közben odaért egy védő. Velszi pardobás. Kovács István. Ez is volt ugye. Mondhatom, volt edzővel, Karióval kapcsolatban egyik bírálata a fehérvári vezetőknek, hogy Kovács keveset játszott. Vinicius. Hatalmas fejes vissza, Vinicius. Le kéne talán kezelni, Koltai ügyesen. És ezzel mehet Gyurcsó, és Gyurcsó sokkal gyorsabb, mint ellenfele. Gyurcsó a 16-oson belül. Gyurcsó helyzetben kivédi a kapus. Harrison nagy bravúrja. De most egy picit talán elkapta a fonalat a videóton, két helyzet is. És most kéne ütni a vasat, amíg meleg. Simon. Szolnoki. Szolnoki lövi be. Juhász. Összefutott egy pillanatra Finleyvel. Finley az egyetlen új ember a New Saints-ben, de ő is kölcsönből érkezett vissza, korábban játszott a csapatban. Kovács. És Harrison. Okosan akarta Gyurcsó ballal elterelni mellette a labdát, de Harrison éber volt. Sergeant. Ez a miénk, Simon. Koltai. Most ezen az oldalon bukkon fel Oliveira. Nagy cselek, Oliveira. Átemeli a túloldalra. Gyurcsó. Ilyet cserélt ugye Oliveirával. Gyurcsó gyorsan bedobja. Fejes. Pátkai. Győrtől érkezett Langhoz és Koltaihoz hasonlóan. Bedobás a mobil WC-k előtt. Itt pedig Gyurcsó előző helyzete. Így akár egy lövőcsel is belefért volna talán, hogy még jobban elhasaljon Meriot. Kovács. Simon. Kovács. Rossz passz, itt pedig szabálytalankodik Pátkai. Szabadrúgás következik tehát. Ellenfél javára. Szép Pátkai indítás volt, Gyurcsó pedig megnyerte a futóversenyt. Harrison spárga. Kászoni joggal érezheti úgy, hogy ez a csapatben. De mikor ebben a szezonban csak rúg egyet a videóton. Azt hiszem ez még a ma történni. Vigyázzunk, Edwards. Spender, bedobás. Craig Harrison, egy kérdőnél. Kb. 500 főszáma egy-egy Velszi bajnokinak. A Velszi bajnokságban is 12 csapat van, mint ahogy most a magyarban lesz. És azt se felejtsük el, hogy ezelőtt majd 20 évvel, 1996-ban a Barry Town együttese kiverte a BVSC-t a kupából.
UEFA kupából. Az csak büntetőkkel, de hát akkor azért még Vég Zoltán, Molnár Zoltán, Bükszegi Zoltán, Egresi Gábor, Tüzi Ákos, Erős Gábor alkotta a BVSC-t, tehát egy viszonylag masszív csapat volt Dajka László együttese. Bedobás, Meriott. És elnézve egy-egy velszi játékos, most Meriott is, hogy így bedobott alkatát, nehezen tudom elképzelni, hogy 90 percen keresztül rakkolnának, még akár egy magyar NB1-es csapat ritmusában is. Edwards. Spender. Spender adja be. Juhász óriási csatában, és aztán rárúgja Juhász Roland ellenfelére, Kviglire a labdát. Jöhetünk tehát a 28. percben. 20. európai kupa párharcát vívja a Velszi együttes, de csak háromszor jutott tovább. 1959-ben alapították a The New Saints of Oswestry Town and Llansantffraid Football Clubot. Valószínűleg kevesen szurkoltak úgy, hogy hajrá The New Saints of Oswestry Town and Llansantffraid Football Club. Maradt a New Saints. Jó labda, Pátkai elveszíti. Nagyon sokáig, és ebben a Velszi csapat hasonlít, ugye a videótonhoz volt, hogy más néven szerepelt. Total Network Solution. Aztán, amikor ezt a céget a British Telecom megvette, akkor lett The New Saints. Tehát a videóton is volt. Parmalat is éppen. Kovács. Pontatlan a labda. Harrison. Picit most följöttek a Velsziek. Kéne őket fölhozni. Ők viszont föl tudják hozni a labdát. Sargent. Megint a hetes számú Velszi fiú. Ő is liverpooli lakos, 2009 óta játszik itt. Pátkai háta mögé érkezett a passz. Fájdalmas a rossz labda volt. Finley. És most vigyáznia kell Juhász Rolinak. Quigley próbál meglépni. Quigley elövi, megpattan a labda. Jó van. Már les is volt egyébként. De jó ütemben jött ki Gábor Péter. Itt van a veterán Vajd. Televíziósok pedig lassításra érdemesnek tartják ezt a jelenetet, hiszen irányba kétségtelenül jó volt ez a Quigley kísérlet. Előre ment a Vidi kapuja felé. Spender. Finley veszi át. És hagyja ott aztán Finley. Sírt a labda. Na, Harrisonnak nincsenek bizonyos problémái, ő simán a vizes palackot kinyitotta. Ez az, amire szerintem Szolnoki most képtelen lenne. A Ventspils a lett csapatot verte 2007-ben 3-2-re otthon a New Saints. Aztán a következő évben a Bohemians ellen, az ír Bohemians ellen továbbjutás. Aztán jött a Juhász Roland félre Anderlecht. Győzni pedig idegenben először a
nemzetközi kupában a 2011-12-es sorozatban a Cliftonville-t sikerült megverni. Azt a csapatot, amely tavaly a Debrecen ellen próbálkozott a továbbjutással sikertelenül. Jó. Na ez az, most szép egyérintős játék, viszonylag pontosan. Mondom, viszonylag pontosan, hát ez most pontatlan volt Pátkai és Oliveira. Simon. Kovács. Kovács indul el. Kovács még megtolja. Ez nem lesz Simoné sajnos, Quigley. Fejes. Csak vissza. Juhász, Szolnoki. Ez már a 33. perc. Gól nélkül. Egy nagy velszi és több magyar helyzettel. Vinicius. Gyurcsó. Elpasszolta. Edwards. Marriott. Vonal mellett rúgja meg. Simon. Lepattan róla Quigley. Szolnoki. Azért ezeket a párharcokat egy határozottabb, képzettebb magyar játékos megnyeri. Csak sokkal pontosabb játékra lenne szükség. És nyugodtan lehet, azt hiszem, nagyobb iramot is diktálni Oliveira. Csak attól, hogy mind a Ferencváros, mint ezen a mérkőzésen sok helyzet kimaradt, mintha egy picit az önbizalom is elszállna Kovács. És Gyurcsó. Még ott lehet Koltai. Koltai harcosan. Oliveira. Oliveira viszi a 16-oson belőre. Nem hallottam sípszót. Marriott pedig még mutatja is Felipe Oliveira-ből. Bragai Oliveira ott is játszott, aztán Porto, Chelsea. Állandóan kölcsönadták Prestonba, Maritimónak. Játszott a Parmában, és 2011 óta a Videoton futballistája. Nyert még 19-es Európa bajnokságot a portugálokkal 2003-ban Oliveira. Ő maradt a kulcsemberek közül. Vinicius. Most a Videoton megmutatja, hogy tud úgy játszani, mint ahogy a velsziek. Marriott. Rawlinson. Ő a 16-os. Ő is volt 23-as velszi válogatott Rawlinson. Olyan nagy csapatban, mint a Chester is megfordult. Fejes. Hát azért ez az első 35 perc azt is bebizonyította sajnos, hogy tényleg nincs okunk lebecsülni az ellenfelet, mert papíron jobb a Videoton, és láthatóan jobb játékosok, képzettebb futballisták alkotják a Videoton kezdő 11-ét, de ezt érvényre kéne juttatni. Most viszont helyzet lehet a túloldalon. Csislevic indult meg, és ő lőtt. A lengyel játékos. Ő a tavalyi szezon elején érkezett. Meglódult, senki nem támadta, meg elrúgta. És még azt sem mondom, hogy teljesen veszélytelen volt. Az repült érte a magyar kapus. Nem kellett azonban bravúrt bemutatnia Gábor Péternek. Amikor az NB2-ben védett először Gábor Péter Ajka ellen, hiszem a Puskás Akadémia színeinek, a nem kapott gólt. Csak nem, hogy egy ilyen beakadt.
adjon. Oliveira. Rawlinson. Oliveira. Kovács. Kovács bújik be, jó csel után, Kovács még, Kovács teszi vissza, szöglet. Kim volt már ez a labda? Azért a vonalat jól lehet látni. Kovács, ha bátran játszik, akkor bolondot csinálhat ezekből a kevésbé fordulékony védőkből. A passz nem volt jó. Na, talán jó lesz Gyurcsó szöglete. Ugyan ő rúgja, de szinte biztos, hogy igen. 37. perc. Koltai állott a kapus előtt. Gyurcsó. Többen is eltűntek. Vigli átkeveredett arra az oldalra. Jó labda, Finley. De szépen fölhozzák, Vigli. De középre, Oliveira elrontja. Vigyázzunk. Finley lőtt. De most egy 6-8 másodperc alatt felért a Videoton kapuja elé a New Saints. Itt ez szerencsétlen mozdulat volt Oliveirától. Vinicius meg már nagyon szorongatta Wiglit. És a lövő Finlit is. Gábor. Ez lesz. Hát háromnál többször nem nagyon érzem Wide ezen a mérkőzésen. Itt Finley, aki az előbb lőtt. És a szurkolók elég rutinosak, bár vannak közöttük fiatalabbak is. Ők olyat még, hogy három nemzetközi kupameccset zsinórban megnyert a csapat, ők is sose láttak. Hát ezt az élményt ne szerezzük meg nekik. Edwards. Finley. Magas kirúgás következik. Minden idők egyik legkisebb labdaszedője odaadta Gábornak a labdát. Oliveira. Bő 6 perc van hátra az első fél időből. Oliveira. Gyerünk tovább. Hát föl lehet zárkózni. Másoknak is. Gyurcsó. Ez nem volt szabályos, bizony. Spender. Penderítette a földhöz Gyurcsó Ádámot. Spender sem mai fiú, 30 esztendős, 2011 óta játszik itt. Volt egy komoly könyöktörése 6 évvel ezelőtt, de felépült. Gyurcsó. Fejes már pontosabb. Szolnoki. Az ítélgető párbajba nem kellene belemenni. Bedobás. Fejes fogja meg. Kovács, Fejes. Szolnoki. Vinicius teljesen visszahúzódott most a Velszi bajnok. Simon, Fejes, Simoné a labda. Igen, hát ez való. Nem könnyű edzőnek lenni. Meg egyszerű nézőnek sem. Szabadrúgás befelé most, Quigley. És ezekben van azért némi veszély, mert megint berúgják középre, aztán pattalhat össze-vissza. Keszolni magyaráz. Lehet, hogy aztán olyan védőkkel kellett, hogy megküzdjön a Marseille csapattagságért, vagy a francia válogatottságért is. Még bent a torzsalkodás.
Ettől függetlenül iszonyú boldogság. Simon figyelmeztet, és Simon mondta, hogy el kell játszani. Most ez az eredmény bármennyire is olyan a játék, amilyen, mert hát ez olyan játék, amilyen, azért nem különösebben rossz egy visszavágó előtt, egy hazai visszavágó előtt. Gábor jön, és ott lesz, igen. Gyurcsó húzza meg. Ezt nem fújják le. Balázsek továbbot intett. Ezt viszont le fogja fújni, sőt. Meg egy sárga lap a Pátkainak. Sok értelme nem volt ott így főrúgni az ellenfelet. Még akkor is, ha a mérkőzésben nem volt benne, hogy ezért sárgát ad a játékvezető. De a nagyon nem rója föl majd az UEFA ellenőr, hogy utána valaki labdát tovább passzoló játékost föllöki, ad ezért egy sárgát. Ráadásul megint esélyt teremtünk a New Saintsnek egy szabadrugásra. Juhász, ez lökés, szabadrugás kifelé. Wild. Itt jött jól. Gábor is ütött el a labdát. Rajta nem múlik azért semmi. De csúnya is lenne a kapus. Lenne a legjobb emberünk egy Velszi bajnok elleni meccsen. Kovács. Oliveira. Bedobás. Szolnoki jön. Itt tempósan van még két perc. Meg lehet ezt a meccset könnyen nyerni. Szolnoki. Meriott. És jöhet az ellenfél. Bővíteni akarják majd ezt a stadiont. 3000 főre. Hát, ha így szerepelnek a kupában. Egyébként ugye a bajnokságban a kupát is megnyerte most a New Saints. Tagjátonnak is van ugye történetesen kupa győzelme, sőt 3 liga kupa győzelme és a 2 bajnoki cím mellett. Meg egy UEFA kupa döntős szereplés. Kovács. Már nagyon komoly tömeg indul a büfé felé. Az utolsó percben. Ott mennek fel a lépcsőn az emberek, ők már nem nézik, hogy előre tör Edwards. Spender. Tötte ki. Na hát 3 csel is sikerül. Finley. Finley. Még ez is. Finley erőből. Ne tegyük már nagyjá. Na most. És most 5-6. Fehérvár is kilőhet. Kovács. Nem volt pontos a labda Koltainak. Koltai nehezen megjátszható. Vinicius. Percben járunk, benn marad a labda a pályán. És letelt az 1 perc ráadás. 0-0.
0-0 találkozó állása egy olyan mérkőzésen, amelyen hátrányban is lehetne a Videoton, de előnyben is. Talán a Kovácsban rejlő potenciált kellene még jobban kihasználni, meg hát föl kéne javulni az egyéni teljesítményeknek, mert az ellenfél valóban szerény képességű, de tegyük azt hozzá. Köszönöm szépen. Hát Andi ugye azzal kezdte a félidei értékelést, azzal a felvetéssel, hogy milyen jelző juthat eszünkbe erről a mérkőzésről, meg a játékról. Hát nekem amelyek eszembe jutottak, azokat most nem mondom. Maradjunk annyiban, hogy amikor az ember kiejti azt a szót, azt a szókapcsolatot, hogy bajnokok ligája, akkor nem feltétlenül ilyen mérkőzésre gondol, de hát ez ugye a selejtező második köre, és bármennyire is sok problémával küzd a mindenkori magyar bajnok, hiszen általában ugye azt mindig elhangzik, most én is elmondom, hogy ugye későn fejeződik be a bajnokság, kevés a pihenő, nem áll össze a csapat, és elkezdődik az új szezon. De ugyebár egy csapat azért küzd 9-10 hónapon keresztül, hogy utána a nemzetközi porondon megmutassa magát, nevezetesen a legrangosabb kupában, azért nyeri meg a bajnokságot. Úgyhogy ez egy fontos mérkőzés szakmai és anyagi szempontból is, hiszen ezt a Velszi csapatot, ez egy jó sorsolása volt a Videotonnak, ezt ki kell verni. Nyilván sokkal könnyebben ki lehetne verni, úgyhogy ha már ezt a mérkőzést a Videoton megnyerni, ehhez olyan egetrengetően nagy dolgokat nem is kellene mutatni. Azzal meg sajnos mindig szembesülnie kell, vagy legalábbis eddig szembesülnie kellett a mindenkori magyar bajnoknak, hogy hát a magyar bajnokság jelenleg nem olyan, hogy mi a tudunk be majd a bajnokok ligájába, vagy mondjuk augusztusban, hanem itt bizony július közepén kell mérkőzést játszani, és hát a Videoton ugye azért mégiscsak sokaságát vonultatja föl, hiszen azt hiszem, hogy van 3, 4, 5, 6, 7 játékosa is magyar válogatott, ugye, és van két idegen légiós, a kapus és Fejes nem szerepelt még a Gábor Péter és Fejes András a magyar válogatottban, úgyhogy elvárható talán, hogy a New Saints ellen sikerüljön győzni, még akkor is, ha műfű van, meg akkor is, ha vízum problémák adódtak. Az eredmény gól nélküli döntetlen, csere egyik csapatban sincs, és azért a Videotonban annak a lehetősége, hogy ezt a mérkőzést megnyeri, az bőven benne van. Koltai. Veira. Na ez például eddig egy viszonylag szép akció. Ilyen megjegyzést majd az akció befejezése után fogunk legközelebb tenni. Oliveira emelte a labdát rossz helyre. Jön Harrison tehát. Minden esetre hát el lehet képzelni, hogy ugye játszhatott a Feröer-szigeteki bajnok, melyik ellen 4 gólt lőtt ezen a pályán a New Saints, és még 3 kapufát is. Szabadrúgás most a zöld-fehérek javára. Valasek bíró hátrál, harmonikus mozgással teszi mindezt. 47. perc. Edwards. Bedobás a miénk javára. Szolnoki dobhatja be a labdát. De azt ne felejtjük, hogy a magyar csapatok közül a selejtező első fordulás megfegyelmezte akaratlanul is Finlit Valasek. Szóval az MTK esett ki az Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a Debrecen és a Ferencváros tovább jutott, és a második fordulóban kapcsolódik be a Bajnokok Ligájában a Videoton. Jó lenne azért a harmadik, akár a negyedik fordulóra, a playoff körre is. Augusztus közepére magyar csapatot látni. Velszi szabadrúgás következik. Simon kér elnézést, Szolnoki intézkedik. Csak ugye ilyen hangulatban, ilyen ellenfél ellen
hajlamos az ember, nem is azt mondom, hogy nem komolyan venni, csak mérsékeltebb teljesítményt nyújtani. Hiszen azt senki ne feled egy pillanatig sem, hogy ennek a meccsnek lesz egy visszavágója is. Jelenleg elég fenyegetően hangzik, hogy még egyszer ezt a két csapatot meg kell nézni egymás ellen. De az a fehérvári mérkőzés más lesz, és nyilván ez a második félidő is fölpörög majd. Simon! Juhász! Fejes! Vinicius! Juhász! Szolnokért! Ezek most pontos passzok. Vinicius kapja. Fejes. Átkai, Koltai. Idáig eljutottunk. Átkainak nem jó a visszatett labda Koltai részéről, de Fejes visszaszerzi. Sokat nem kellett tenni érte, mert oda passzolta az ellenfél. Újra Fejes. Igen. És Fejes már visszakapja Oliveirától, beadással hasba rúgta Spendert, szöglet. Mindenfajta akadály nélkül, két-három bemozgással, passzal át lehet hozni ezen a falon a labdát. Gyurcsó rúgja a szögletet, 50. perc. Kapu felé. Oh! Egyszer csak megfogta Harrison. Nem sok hiányzott. Fejes fejelt. Nemzetközi kupagója nincs még Fejesnek. Most jó ugrott föl, és használta ki erejét. Ahogy nézem, szemetel az eső is. Lemarad egy Velszi játékos. A nézőkön meg nem múlik semmi. Béker melegít. Béker az állandó cserejátékos, mert nem csak, hogy ugyanaz a 11 ember már harmadszor a The New Saints-ben, hanem az első két alkalommal ugyanaz a három ember állt be csereként is. Tehát nagyjából teljesen állandó csapatot használ Craig Harrison. Edwards ballag le, hogy aztán majd visszajöjjön. Utóbbi években, ha nem is annyira domináns csapata a Videóton a magyar első osztálynak, mint a New Saints a Velszinek, hiszen sorozatban azért nem nyert bajnokságot a Vidi, de dobogó majdnem mindig ott volt. Nemzetközi porondon is virított már. Még Sousa idejében. És tegyük azt hozzá, bár sok hasonlóság egyelőre nincs, amikor a Videóton az UEFA Kupa döntőjébe jutott, akkor a Sparta Praha ellen az első fordulóban összesítésben 1-0-val ment tovább. Vinicius. Fejes. Gyurcsó. Fejes, Vinicius. Juhász. Két perc már eltelt a második fél időből is. Vinicius. Fejes. Megnyer egy futóversenyt. A megkerülés csel már Spenderrel szemben nem sikerült. Csislevic mellett szépen elment Fejes. Ginövé a labda. Pátkai fordul szépen. Ez is jó még, Koltai. Kovács. Visszatenné lövésre. Fejes.
fejes a második fél időben a legveszélyesebb emberünk. Itt pedig Harrison. Juhász. Ez a miénk lett, Gyurcsó. Még benne is tudja tartani? Igen. Nagyon szép volt Gyurcsó Ádámtól, egy lendületes sprint. Na, meg egy lövés. Ez hozzáértek, szögletrúgás következik, és Gyurcsó most át zakatolhat a jobboldali szögletzászlóhoz. Megérkezett Gyurcsó, jelentjük. Előre jött Vinicius is, Juhász is, nyilván Fejes is ott van, aki az előbb tudott fejelni. Gyurcsó jelez, majd adja be, nem jól. De még az övés nem engedi ki, ne legyen beadobás. Ballanyesi most középre. Velszi játékosról ment ki. Quigley sem vitatja. Fejes. Vinicius. Tavaly az első fordulóban a magyar bajnok idegenbeli győzelemmel, döntetlennel kezdett Nagy-Britániában, a Debrecen a Clifton Win ellen játszott 0-0-át. Otthon 2-0 és továbbjutás, aztán jött a Bate Borisov elleni hazai 1-0, és az idegenbeli 3-1-es vereség, majd kiesés ugye a harmadik forduló. Itt most a videóton úgy néz ki, úgy kezd, mint a Debrecen egyelőre, egy 0-0-val. Éppen Velszben. Az előző évben, 2013-14-es idényben ugye pedig Győrt kétszer is megverte a Maccabi. Hát ez egy jóval nehezebb sorsolás volt. Szép szerelés, Juhász. Pátkai. És most megy Juhász Roland is, Gyurcsóé a labda. Megszabadulhat tőle, ha akar. Pátkai segítene, Gyurcsó még. És még mindig ő. És szabadrúgás. És majd megnézzük a lassítást, és nem vagyok benne biztos, hogy Edwardsnak és Marriottnak nincs igaza. Hiába inti őket csendre Gyurcsó, mert Gyurcsó eltolta, de nem érte el őt. A játékos, aztán beleakadt a lába Gyurcsónak, de hát el kellett ezt játszani, vagy rá kellett erre játszani. Nevezzük magyaros huszár csínynek. Gyurcsó pedig szabadrugást végezhet el. Tagú sorfalat kér Harrison kapus. Gyurcsó emel. Rossz emelés volt Juhásznak. Juhász meg is lökte ellenfelét. Szabad rúgás lesz kifelé. Magasabb ívű labdára számított Juhász Roland. Malen érkezik csereként Csislevic helyére. Egy újabb angol játékos tehát a pályán. Tapsot kap Csislevic. De hát nem nagyon boldog. Hosszú hajú Velszit nem fogunk látni. Sportos frizura Malinnál is. Wide a földön. Szabadrugás most a New Saints javára. Pátkainak azért vigyáznia kell. Ő kapott ugye eddig egyedül sárgát. Ahogy egy pillanatra elfelejtse ezt a bíró, és meggondolatlanul járjon el. Marriott. Marriott. És ez a kapusé. Jól van.
szépen könnyedén rávetődött a labdára Gábor Péter. Juhász fejéről került hátra a labda. Fejes, Vinicius. Uruguay River Plate-ben is játszott Vinicius. Esztendős, ugye Caneira volt a védelem, oszlopa a nagyöreg. Az elmúlt 10 év legképzettebb középhátvédje, aki magyar pályán játszott és megfordult. Most Juhász, Vinicius és még ott van a cserepadon Lang. Elvileg azon a poszton nem lehet gond. Fejes. Pátkai, Vinicius. Csínbe ment picit. Koltai megmentette a labdát, Simoni. Juhász. Vinicius. Kovács. Nem rossz ötlet, hogy egy picit hátrébb jön labdáért. Hát, ha lendületből egy-két jó cselt meg tud húzni Vinicius. Szolnoki. Szolnoki középre, Kovács. Simon, Kovács, Szolnoki, és csak kergetik a labdát a velsziek, Koltai. Edward szerelt. Juhász Roland, Szolnoki. Bedobás. Hát habzószájú szurkolót nem lehet látni. Megint az utolsó pillanatban Oliveira jól elhozta, Kovácshoz nem tudta eljuttatni. Kovács. Sargentel. Bedobás. Kovács adja majd Szolnokinak. Oliveira. Oliveiráról ment ki, így ítélkezett a partjelző. Azon az oldalon a kispadok oldalán Brenja. Cassoni és Tető Tamás a segítő. Hát nagy erőfeszítésébe a Vidi tábornak nem kerül leszurkolni az ellenfelet, mert a velsziek ülnek és nézelődnek. De aki elutazott erre a mérkőzésre, az joggal érzi, úgyhogy azért kaphat valamit a pénzéért. Még ha nem is volt olyan drága jegy, de nem volt olcsó az utazás. Nem történt szabálytalanság. És Kovács mehet. Na, most ebben benne rejlik akár a gól lehetősége is, Kovács. Kovács cselei, még mindig tovább mehet a játék, Gyurcsó, na egy jó lövés, hát egy lövés. Volt már jobb Gyurcsó Ádám pályafutása során, de megkísérelte. Itt keres jobb szöget és talál is. Irányt változtatott egy picin egy blokkoló játékos talpán. Vinicius. Sergeant. Meriot. Vigyázzunk. Finli elveszti, Kovács. Megy a jobb oldal, jó labda. Oliveira. Oliveira, Koltai elől kifejelik a labdát a védők. Quigley. Simon játékba hozható. Még az övé, Simon. El kell onnan rúgni, úgyis van Vinicius, Fejes. Hogy a frissesség hiányzik egy picit a videóton játékából. Juhász.
Indul Juhász. Nem az övé a labda. Így még jó lett Koltai. Juhász. Juhász viszont le sem volt. Igazából ugye, ha valamit kezdeni akar ezzel a mérkőzéssel a Velszi csapat, nézzük egy pillanatra, vagy egy pár másodpercig Velszi szempontból, akkor ezen a mérkőzésen azért csak valahogy egy gólt kellene nekik rúgni, és egyelőre nem kockáztatnak. Gondolom, hogy arra bazíroznak, hogy na majd a Sóstói stadionban ott, ha ez 0-0 győznek. Talán várnak arra az egy lehetőségre, amely lehet, hogy magától is adódik. Malen. Spender. Finley. Quigley. Szolnokival szemben Quigley. Mert azt próbálta eljuttatni. Magyar bedobás lesz. Szolnoki dobhat. Két még a Videótonnál is nagyobb rangú, vagy nevesebb csapat is játszott itt kupameccset. Ugye a Manchester City futballozott itt a 2003-2004-es UEFA kupa sorozatban, és nyert 2-0-ra. 2005-2006-os szezonban a címvédő, a BL címvédője, a Liverpool játszott itt a selejtező első fordulójában. Kovács. Kinn a kapus. Gyurcsó. Na, vissza kéne tenni. Gyurcsó. Fejes mellé. Koltai fejelt mellé. Nehezen kászálódott föl Edwards, Gyurcsó várt, végül is jó pillanatban adta be. Koltai fejese tévesztett célt. Csak Koltai. Pajacs jön be Koltai helyére. Koltai bosszankodik. Nem ment be a fejese. Mint ahogy fejese sem még a fél idő elején. Vinicius. Malen gyorsnak tűnik. Malen. Hát a húsak kapu felé fordul. Spender. Malen lelassult. Kovács, ez jó. Elkért magát, azt még beért hozzá. Juhász. Les. A kérdés fölmerült, hogy hogy került ide a Liverpool, amelyik ugye címvédő volt. Nos, az volt az az esztendő a 2005-ös év, amikor a Liverpool nem került be az első négybe az angol bajnokságban, és az Európai Szövetség és az Angol Szövetség húzakodott, hogy most akkor melyik négy csapat is induljon. Pajacs, szöglet. És végül a Liverpool, mint címvédő elindulhatott, de a selejtező első körében már be kellett kapcsolódnia. A következő sorozatban is így sikerült összehozni egy The New Saints Liverpool meccset. 2x3-0, 6 gólból 5. Steven Gerrard. A 7. perc. Gyurcsó. Juhász elől kifejelte a labdát ellenfele. Méghozzá úgy, hogy Juhász hozzáért ezek szerint. Rawlinsonnal ugrott Juhász. Itt van Craig Harrison. Juhászban is futballozott. Craig Harrisonnak hívják egyébként a világ leghíresebb mesterlövészét is.
Csima. Szabadrúgás. Juhász Roland. Valaki csak simán beüti a Google-ba, hogy Craig Harrison, akkor elsőre a mesterlövészt adja ki. Nem 3000 méterről lőtte ki egyszer az ellenfelét, de háborúban. Az, hogy Malen oda került, és befutott a 16-oson belülre, mint több a labda is arra ment, az vastapsa ragadtatja az 1000 nézőt. Amikor a szentek a mennybe mennek. Hangpárbajt vív a két tábor. Harrison. Kint van, kint van ám az, mielőtt nagyon meglódulna Malen. Vinicius ott hagyja a labdát, fejes dobhatja be. Vinicius. Gyurcsó. Elveszíti a labdát, Quigley. Nem olyan erőszak cseleket alkalmaz, megrúgja, aztán megy, és fölborítja, ki előtte van. Trebotic is beáll, ő pedig Pátkai helyére. Pajac után tehát Trebotic. Koltai után Pátkai is lejön. Első fél időben volt egy szép indítás a Pátkainak Gyurcsó felé. Merriott dob. Megbeszéli mindenkivel, hogy mi fog történni? Külön forgatókönyve van? Ellenféllel, saját játékosa bedobta aztán. Jóval hatékonyabban oldja meg Merriott, Quigley, Oliveira, és Merriott harmadszor is bedobhatja. Befelé jár a szabadrugás. Egyesebb szerint Szolnokinek van némi igaza, mert egyszerűen beleült az ölébe Quigley, és ledöntötte, de hát Szolnoki is fogta mondjuk Quigleyt. A nagyobbik baj az ám, hogy ez nem rossz szög, ahonnan ez a szabadrugás jár. És joggal reménykedett a 72. percben Sargent, hogy ezt oda tudja rúgni mondjuk Rawlinson, vagy éppen Edwards fejére. Wide is helyezkedik a hosszú oldalon. Aj! Gábornak kellett kiütnie. Megpattan a labda. Hát ez egy picit hosszú indítás. Gyurcsó és Kovács is érte megy. Gyurcsó még talán Harrison meg tudja zavarni. Spender adta ugyanis haza a labdát. Szolnoki indított rosszul. Kell. Ezeket a labdákat ugye fogni nem lehet, bátran ütögeti erre, arra, amerre éppen kell Gábor Péter. Nyilatkozta, hogy a Gurcsa győző, hogy hosszú távon komoly érték lesz Gábor Péter. Hát már ma bizonyíthat. Újabb lövés!
Sargent lőtt mellé. És följöttek nagyon a Velsziek. Beleszundított a mérkőzésbe kicsit a videóton. Nyilván, aki nézi, abban ez fel sem merül, hogy megtegye. És Sargent megint a labdával. Kovács pattan oda. Helyes. Malina szabálytalan volt. Nagy szerencse. Lábbal együtt vitte el a labdát, mert négyen mentek volna. Még egy sárga lap is. Hát, ez mondjuk talán ugyanolyan túlzás volt, mint Pátkaié. Itt vártak volna sípszót a Velsziek, helyett itt jött. Hozzáteszem, nagy rossel érkezett Malin. Malin agilis. Kislevictől ilyeneket nem láttunk, amíg a pályán volt a lengyel. Fejes. Gyurcsó. Yeah. Elég nehezen állnak. Sok ez a műfű, vagy ez a műfűes cipő is azért szokatlan lehet egy picit. Vinicius. Trebotic. Visszaszerzi Trebotic. Simon. Vinicius. Lassan megkezdődik az utolsó negyed óra, fejes. Pajac. Ez meg a kapusé. Vinicius kapja meg Gábortól. Simon. Fejes, Trebotic. És most a közönség próbál új lendületet adni a fehérvári csapatnak, egyáltalán a lendületet. Fejes. Ajacs. Trebotic. 16-oson belül. Elesik. Ajajaj, hát ez meg... Itt az őszinte futballt kedvelik. Ennek tényleg nem volt sok értelme, mert csak kinevetteti magát Trebotic, ha ezért 11-est akar. Picit meglökte Edwards, de nagyon-nagyon el akart esni. Talpalás. Spender tartott rá ellenfele lábára. Sárga lap. Ebből valóban komoly sérülés is lehetett volna. Szerencsére nem lett az. Vinicius. Juhász. Hát és erre a mérkőzésre mennyivel szívesebben emlékeznénk, ha azt mondanánk, hát olyan volt, amilyen, de legalább megnyertük. Fejes. Pajac. Oliveira. Sargent. Ez a miénk. És Gyurcsó lő. Gól. Na, jól van. Aki leginkább megérdemelte a videótomból, az kétségtelen Gyurcsó Ádám. Mert ő hajtott a legjobban. Vezet a videóton. Labdaszerzés az ellenfél tér felén, és egy nagyon éles, pontos lövés. Itt ez egy remek megoldás Oliveirától. Tisztán a labda volt. Sargent azt nézi, hova passzoljon. Mutatja a bíró, hogy labda. 20 méterről pedig Gyurcsó beragasztja. Ez labdarúgásra emlékeztető jelenet volt. Egy klasszikus befejezéssel Gyurcsó Ádám. 1-0 videótól javára.
12 perc van hátra. És a mindenfajta UEFA koeficiens nem baj, ha Videoton nem csupán tovább jut, hanem mondjuk kettős győzelemmel jut tovább. Ez hiba. Vigyázzunk. Rebotic ne hogy kapjon egy sárgát. De már meg is kapta. Már késő. Igen, fél pályán elkövetett szabálytalanságért. Ezek most még nem érdekesek, de később azért sokba kerülhetnek. Edwards. No csak. Felépített Velszi támadás. Ezt viszont megfogja. Most nem üti Gábor. Többiek biztatják. Azért nyilván gondolom Juhász Roliék segítettek abban Gábornak, hogy mindenfajta megilletődöttség, elfogódottság nélkül védje. Még akkor is, hogyha az ellenfél, hát hogy mondjam, tehát amikor az NB3-ban védett Gábor, szerintem külön csapatok ellen védett, de ez mégiscsak egy nemzetközi kupa mérkőzés, és ezen a kapus többet veszthetett volna, mint amennyit nyer. Megállta a helyét. Most legalább ezt is tudjuk, hogy Videotonnak van. Azért kapus a bőven, mert valószínűnek tartom, hogy majd Danilovic vagy Pajovic azért visszaveszi a helyét a kapuban. Ugye elment Kalatajud is, Horváth Tamás is, és tulajdonképpen Tuivel is. Vinicius. 81. perc. Juhász. Vinicius. Fejes. És ugye a Cassoni-ra első gólja megszületett. Malen. Kim volt az már, és most is kim van. Még Williams bejön. Ez a gól. Oliveira labdaszerzése, és Gyurcsó ellövi védő Edwards lába alatt. Sargent jönt le, aki ugye elvesztette a labdát. És az ő helyén játszik Williams. Baker nem érkezett még. Edwards. Harrison. Kim van. Magyar csere. Jön Luix. Ő meg Oliveira helyére érkezik. Stabilizálná tehát a védelmét, vagy a középpályáját a fehérvári csapat. A cél most már ezzel az 1-0-val hazamenni. Oliveira hiába sürgeti a játékvezető. Presinski. Pacsi nem marad el. Pető Tamás részéről sem. Lux tehát a pályán. És járunk a 83. percben. Spender. Edwards. Spender. Malen. Nem volt Lesz. Még rossz oldalon talán végül el is éri a labdát. Hát. Ők jönnek. Meriot. Quigley.
Simonon és Szolnokin is átjutott, de úgy, hogy megtaposta a magyar játékost. Quigley kap egy lapot. Jár is neki. Hát Quigley nagyon harcos. Futballozni én szerintem ő már nem fog megtanulni. De itt azért búcsúzóul még belerugott egyet a magyar játékosba. Sima Velszi bajnoki lenne, azt mondanám, hogy a meccs után Csör mellett majd megbeszélik. Újabb csere, megjön Draper. És lemegy Wide. Jegyezzük meg most, ahogy lejön. Ő rúgott 4 gólt a feröeri bajnoknak. Egyébként ezen a mérkőzésen ezt ember meg nem mondta volna róla, hogy a bajnokok ligájában, igaz csak az első selejtező kör után, de ő vezeti a góllövő listát. Malen. Fejes. Boticsnak nem jó. Pajacs kergeti a labdát. Edwards. Rawlinson. Merriott. Merriott emel. Szolnoki, Simon. Dobhat a The New Saints. Gyurcsó próbál labdát szerezni elől. Edwards. Most 3-4 jó passz, Spender. Igaz, előrébb nem került a támadás. Sőt, Harrison. Videóton vár. Jöjjön az ellenfél, ha akar valamit. Edwards. Szöglet lesz. És az ellenfél jön, legalábbis egy szögletig eljut. 86. percben. Jön a másik Edwards. Williams jelentőség teljesen a fenekét is megvakarta a szöglet előtt. Ha csak ez nem valami figurát jelent. Kis szöglet, nem figyeltünk erre. El onnan. Ez nagy lövés lesz. Edwards lőtt fölé. Juhász tolta még kijebb. Ott volt a kapus azért. Pörgött is a labda rendesen. Óramutató járásával ellentétes irányban körözött az orrának edző. Nem tudom, ez mit jelent. Magyar szabadrúgás. Alujc, ahogy beállt. Tönkapott egyet. Simon. Simonnak kijut a jóból a végén. Most nem Quigley, hanem Finley. Szolnoki, nem kell belemenni szópárbajba sem. Így fölugrani, ezek a játékosok nem rossz indulatúak vagy alattomosak, ezek képzetlenek. Trebotic. Igen, is húz. Magyar bedobás. Alig több, mint 2 perc a hátralévő játékidő. Cassoni első győzelme lehet.
Helyes jött vissza, akit az előbb ugye ápoltak. Nincs több csere lehetősége a Videotonnak. Nem akarja ember hátrányban befejezni a meccset. Akkor Helyes küzdő szellemére számítani kell még. De ő nem is panaszkodik. Kovács. Kim volt már a labda? Akkor jöhet egy kirúgás. Másfél perccel a vége előtt. Harrison úgy érzi, az utolsó esély, ő ezt előre fogja rúgni. Még meggondolja, hogy honnan, de hogy előre rúgja, az biztos. Volt két szép védése Harrisonnak, a gólról nem tehetett. Nagyon pontosan ment a sarokba Gyurcsó labdája. Lőix. Trebotic. Kovács. Telhetetlenség látszatát is el akarom kerülni, de lehetne mondjuk még egy gólt. Quigley. Juhász azért ennél jobb csatárokat is leszerelt már. Nem pontos az indítás. Edwards. Ez meg a kapusé lesz. Nem is nyúl hozzá. Gábor Péter engedi, hogy kimenjen. Leolvasott egy-két rendszámot még, és aztán elvégzi a kirúgást. Picit tényleg tempósabban kellene, hogy emiatt is kapjunk egy sárgát. Itt pedig a góllövő Gyurcsó Ádám, kinek az első fél időben volt egy nagy helyzete. Harrison jól védett. Ez a gól viszont sokat jelent. Szolnoki. Megkezdődik a 91. perc. Szintén szóval örülök, hogy nem volt kezdő, mert ő a legaktívabb. Szép cselek. Tejecs. Nem volt szabálytalan sár. Oda kell érni. Tejecs odaér. Három perc ugye a ráadás, ebből egy lassan eltelik. Finley. Spender, na nehogy már. Trebotic. Ott nincs magyar játékos. Edwards. Darlinson. Marriott. Hagyni kell, hát hadd cselezze, ha ez a mániája. Akkor próbálkozzon Quigley. Úgy is elveszti, mert így, hogyha összeakaszkodunk vele, mindig kiharcol egy szabadrugást. Edwards is előre jön. 92. perc. Mire bejön a labda, lehet, hogy 93. És zúga szép volt, fiúk. Juhász. Kirúgás. Te ugyanis Juhász. Innen valóban úgy tűnt, hogy szöglet, de nem szöglet volt. Vagy mégis. A bíró elhatározottan mutatta a kirúgást, és végül is ő vezeti a meccset. Fél perc van hátra. Még egy bedobás. Ez
Harrison. Letelt a három perc. És lefújja a játékvezető, a szlovák Valasek a mérkőzést. Rögzítsük a tényt. A Bajnokok Ligája selejtező második fordulójában a Videoton idegenbeli győzelemmel, Gyurcsó Ádám találatával legyőzte a Velszédő New Saints együttesét. Ezzel nem tette formalitássá ugyan a visszavágót, de nagyon-nagyon kedvező helyzetbe hozta magát. Most pedig, ha valakinek van olyan szerkezete, amit a Men in Black című filmben Tommy Lee Jones és Will Smith használt, hogy bele kell nézni, és aztán elfelejtjük, ami történt az elmúlt pár órában, akkor az nyugodtan vegye elő és használja, mert ez nem volt egy szép meccs, nem volt egy jó mérkőzés, és nem szeretném fokozni a jelzőket, mert aki látta, az gondolom ugyanazt látta, mint amint mi. De előtte még egyszer mondom, mielőtt belenéznénk bármibe és elfelejtenénk bármit, azért azt írjuk föl, hogy a magyar bajnok végül is győzött, és végül is ott van a harmadik forduló küszöbén. Jövő héten szerdán Fehérvárot lesz majd a visszavágó, és a két csapat tudása alapján abban a meccsben egy agilisabb, határozottabb, most már az ellenfelet is jobban ismerő, természetes füvőjátszó Videoton játékában egy 3-4 gólos győzelem is benne lehet ez ellen, a Velszi csapat ellen. Én elbúcsúzom tehát azzal, hogy a fehérvári együttes, a magyar bajnok csapat 1-0-ra legyőzte a The New Saints gárdáját. Viszont látásra szó a stúdiója.